Hello, hello, szia, csoda szép napot reggel estét, bármikor is néz ezt a videót, hát fantasztikus napunk van, még tart a nyár, és ugye a bitcoin is újra 28 ezer dollár fölött van, Amerika megmenekült attól, hogy ugye lezárják az összes hivatalt, megszavazták november 17 én még tudnak működni, illetve elindulnak az Ethereum Futures ETF-ek, nagy a boldogság a piacon, és ugye úgy néz ki, hogy szeptembert is gyönyörű, zöldben zártuk, illetve az egész harmadik, negyed évet, én Miklós vagyok a Cryptomaster, elhozom neked a legfrissebb kriptóireket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, AI, Web3, újdonság, hogy ezzel edukáljak, az internet és a pénz evolúcióját a következő szintjére, ami nem más, mint a kripto, úgyhogy csapjunk is bele, kérek egy kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg kérlek a like gombot, ezzel ugye segíteni a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutass ezt a videót, és egyben feliratkozás gombra nyomja rá, és a rangocskánál az összesre. Szuper, a kövér lájkot kikapcsoltam, múltkor bekapcsolva maradt. Na menjünk tovább. El kell, hogy mondjam, hogy ami a videóban, illetve bármilyen formában a csatornáinkon, csoportjainban található info, az nem pénzügyi, nem befektetés, tanácsadás, információ továbbítás, edukálás és szórakoztatás. Mindig tedd meg a saját kutatásod az adott kriptoeszközről, projektről, nézz utána, mérd fel a saját pénzügyi helyzetedet, és ennek megfelelően hozz egy jó döntést. Na menjünk, mielőtt ránézünk a buborékos sárta, még látogassunk el és nézzük meg, hogy mit mutat a félelem és a kabiság index. 50-en van, újra a semleges zónába értünk, hogy itt azért ma több mint egy hónapig a félelem zónában voltunk, újra semleges zónában vagyunk, és látjuk, hogy gyönyörű szép, 28 ezer dollár felett van a bitcoin, 4 kal van pluszban. Ezt egyébként te is tudod követni a kripto irányító pult, vagy kripto dashboard, eh, amit a link eh, leírásban megtalálsz, ott regisztrálj be, fontos, hogy azt a linket használd, mert akkor leszel itt a Kriptományz közösség tagja. Baloldalt rengeteg hasznos info, tudástárs, stb. Illetve a tanfolyamok alatt itt vannak a Kriptományz tanfolyamai, a-tól vagy Y-ig, nem is tudom meddig, minden, amit a kriptóról tudni kell, indul a Bézi plusszal, utána haladóval, és a profulba, a profulba minden benne van, meg tudod nézni a tartomjegyzékbe, hogy mi az, amit szeretnél el sajátítani, úgyhogy érdemes itt körülnézni. Na menjünk, nézzük a kedvenc buborékos csártot, látjuk, hogy Bitcoin plusz 4,3%, itt 2,6 és megérkeztünk, és Rune, Torchain, Rollbit, ről ugye beszéltünk többször a múlt héten, Render, chartoltuk ugye a Patreonon, és Pulse is szépen megy, a XEC, és a legtöbb altcoin egyébként egész szépen pumpolódik, Toncoin, korrigál Link, viszont ők elég nagy rallit tettek az elmúlt héten. Na menjünk a mai nap egyik fő hírére, amit itt megosztottam a a Twitteren is, hogy Amerika elkerülte azt, hogy az egész kormány lezárjon, úgyhogy 45 napig megszavazták azt a finanszírozást, amivel ugye mehetnek tovább. Ez mindig egy fix határidőig kell döntés hozniuk a következő budgetre, és ezt nem tudják megtenni, akkor ugye kvázi megáll minden, nem kapnak fizetést a kormányzati alkalmazottak. Most jelenleg november 17-ig tovább működik Amerika. Kicsit egyébként röhelyes, mert a bitcoin ugye soha nem, soha nem van az, hogy működésen kívül van, mindig nyitva van, nem kell hozzá senkinek engedés, száz százalékban ugye verifikálható, követhető monetáris politikával rendelkezik. Most meg fog neked egy kis videót mutatni, a tudsz nagyon fogod élvezni, meg érdemes majd megnézni, ez röviden elmondja, hogy mi is történt ezzel a témával kapcsolatban. Na hát feltétlenül gyere a Twitterre, kukac Miklós Denkler, kövessél be, érdemes megosztani amiket én is, illetve érdemes bekövetni a projekteket, amik itt vannak a leírásban, főleg a LaserPunk Guts-nál legyél aktív, akkor még NFT-t is mintelhetsz majd. Na, menjünk, nézzük az első hírt, ami azt mondja, hogy a Bitcoin etf fel kapcsolatban 600 milliárd dollár érkezhet be, úgyhogy ezt itt egy report kapcsán most hozták így napvilágra, ugye beszélgetnek arra, hogy akkor Bitcoin ETF indulna, és hogy milyen összegeket hozhatna ez be. Valójában itt van egy számolás, ami, ami csak részben fedi az egészet, hogy bemutatják a legnagyobb cégeket, befektető cégeket, kezdve a BlackRock-tól fidelity hogy hány billió dollárt kezelnek, és mivel, hogyha egy-két százalék, az, ami a bitcoinba menne, akkor ugye kapás volt, kiderül, ha 2% menne az ő teljes kezelt vagyonokból, akkor azt mondjuk 300 milliárd plusz keresetet hoz, meg ugye még itt számba vették azokat, akik valójában még nincsenek sehol, értemszerűen nem mindenki egyszerűen nyújtja be a kérelmét. Viszont elindultak az Ethereum Futures ETF-ek, a Bitwise-nak el is indult, illetve megtalálod a Twitteren a work... A Vaneknak is elindult, és a, Vaneknak az Ethereum Futures ETF-e nagyon frankó lesz, mert 10%-át a bevételének az Ethereum Core fejlesztőknek fogja adni. Szóval, hogyha ők keresnek bármennyi pénzt, ezen a 10%-át mindig az Ethereum fejlesztőknek fogják adni, és ez azt gondolom, hogy egy, egy nagy, nagyon nagy gesztus, úgyhogy hajrá venek, ez mindenképpen egy nagy, nagy szó, és úgy itt látjuk ebbe a másik tweetbe, hogy az Ethereum Futures ctf ek el lettek bírálva, úgyhogy mehetnek, és itt még a vanekról van egy cikk, amit érdemes megnézni. Eközben Robert Kiyosaki tudjuk, hogy mo mo mostanában egyre nagyobb hangvétellel áll ki így a bitcoin arany és ugye ezüst mellett, és most jelenleg azt mondja, hogy a, a bitcoin -a kvázi olyan lesz az ára, hogy jóformán formán ártalan, mert olyan magas lesz, hogy már egekben van az ára, ugye? Szóval a bitcoinnak egekben lesz az ára, hogyha Fed elindítja a Central Bank Digital Currency-t, azaz a Nemzeti Banki Digitális Pénzt, és úgy azt mondja, hogy akkor elveszik minden privát szféránk, megszűnik ez a privacy, ugye a privát szféra, mert a nagy testvér mindent fog látni, úgyhogy azt mondja, hogy előtte halmozzunk föl, előtte halmozzunk föl, Bitcoint és minden mást, úgyhogy azt mondja, hogy például aranyat, ezüstöt, bitcoint és Cash, mert hogy ezeknek olyan magas lesz az ára, amivel annyira keresettek lesznek, úgyhogy ezeket halmozzunk föl. Ezeket GSBC-nek is hívja itt, szóval arany, ezüst, bitcoin és cash. Ugye ezek lesznek a. a Hogyha bevezetik ezt a CBDC-t. Persze egyelőre Amerika azt mondja, hogy nem. Sőt, ugye múltkor volt egy törvényjavaslat, amit el is fogadtak, hogy akkor egyelőre nem. De bármikor ez megváltoztat, mert értem szerint szóval nem akarnak lemaradni Kínától, meg azért csak kontrollálni akarnak mindent, amit lehet. Na nézzük a következő szól, hogy az előző amerikai elnök Donald Trump megváltoztatja a kriptoval kapcsolatos hozzáállását. És ezt nem más mondja, mint egy korábbi SEC hivatalnok, aki jelenleg most egy ilyen Cyber Security céget birtokol. És ugye tudjuk, hogy Trump nem szerette a kriptot, ugye azt mondta, hogy ez egy felesleges dolog, elveszi az amerikai dollárra, nagy istenített amerikai dollár elől a, az erőt, meg a fényt, úgyhogy még nem szerette a bitcoint és a kriptot. A, viszont a ugye a szavazók egy része, ugye a kriptó érdeklődők, ami Amerikában azért már elég sok embernek, ugye a, hamarosan talán a lakosság 30-40 százalékának is van már kriptója, ha jól számolom, és ugye a kriptó szavazók sokkal tudatosabbak, sokkal jobban odállnak, kiállnak, szóval hogyha valaki azt mondja, hogy én támogatom a kriptot, akkor lehet, hogy azzal mondjuk választást is lehet nyerni, és lehet, hogy a Trump megváltoztatja hozzáállását, Annál is inkább, mert ugye augusztusban az jött ki egy jelentésbe, hogy 2,8 millió dollárnyi eteromot tart, mert létrehozott egy NFT kollekciót saját magáról, hogy Donald Trump NFT, vegyétek, vigyétek, és úgy látszik, hogy bejött neki 2,8 millió dollár, ha csak nem egyéb dollárból vásárolt eteromot, Mindenesetre van 2,8 millió dollár. Ja, és ugye, hogyha maga, ugye a republikánusok nyernének, akkor ugye ők jelölnek ki SEC elnököt, és akkor ugye ez egyből hozná azt, hogy ha addig nincs netán jóvá hagyva Bitcoin ETF, akkor jóvá lenne. Na nézzük a következő írt, ami nagyon érdekes, ugye Cathie Wood, sokat szoktunk róla beszélni, ő az ARK Investnek az alapítója, ő ugye nagy befektetője a Teslának és sok minden másnak, főleg technológiai cégeknek, és 8 évvel ezelőtt, a saját cég az ARK Invest létrehozott egy ilyen kis saját befektetői terméket, amiben bitcoin is volt, és akkor 200 kötőjel 300 dollár között vásárolt a bitcoin, és ugye azóta a mostani nyomott áron is ez 12 ezer 000, 000 százalékot ment fölfele, és ugye azt mondja, hogy annak idején, amikor ők ránéztek a bitcoinra, egy olyan dolgot láttak, hogy ez olyan nagy lesz, mint az internet, az a potenciál van benne, mint az internet, Persze ugye az első időszakban mindenféle furcsa dolgok zajlottak körülötte, meg ugye tudjuk, hogy használták törvénytelen dolgokra, viszont azt mondta, hogy inkább előbb legyünk benne, mint később, úgyhogy teszt jelleggel befektettek, és ugye akkor nagyon le voltak nyűgözve, hogy a 200-300 dolláron úgy tartja magát az ár, aztán ugye tudjuk, hogy utána mi történt, ugye volt 69 ezer dollár is a bitcoin, azt most ugye kise tudom számolni, hogy hány ezer százalék lenne, és ugye jönnek a bitcoin ETF-ek, a Coinbase, aki a bitcoin ETF-eknek a custody, azaz letétkezelő szolgáltatója lesz, és lám-lám Coinbase részvénye is van bőven az ARK Investnek. Hát a következő ír azt mondjuk, hogy ez még az augusztus ír, de azt gondolom teljesen aktuális, mert már Woodról beszéltünk, hogy megörösíti azt, hogy 2030-ra 1,5 millió dollár, azaz 1 millió 480 ezer dolláros bitcoin árat vár, és a kérdés, hogy igaza lesz-e, és ugye egyre inkább érdeklődnek a befektetők a bitcoin iránt, mint egy ö, ö, biztos menedék, és ugye aminek a, a jövőbeli értékeltsége megy fölfele, mert szűkös a kínálata, nem lehet belőle plusz bányászni, plusz nyomtatni, nem olyan, mint az arany, amiből lehet plusz bányászni, nem olyan, mint a dollár, amiből rengeteget lehet nyomtatni, és ugye ezért a jövőbeli érték növekedése az szignifikáns, és ugye maga az intézményi befektetők is egyre nagyobb érdeklődéssel tekintenek a bitcoin jövőbeli ára iránt, tudjuk, hogy ezért is van ez a sok ETF beadvány, és ugye, ami, ami a nagy kérdés, hogy mondjuk a mostani 30 ezer dollár közeli árról, 2030-ra a bitcoin lehet 1 millió dollár. Én azt gondolom, hogy a kérdés nem az, hogy lehet-e, hanem az, hogy mikor, szóval nem biztos, hogy 2030-ra, ez lehet, hogy 2030 előtt. 2030-ig egyébként kettő ciklus fog megvalósulni, és sokan azt mondják, hogy az első ciklusban meg lesz ez a 100-200 ezer dolláros szint, és a következő ciklusban az 1 millió dollár, de a 2034-ben lesz meg, az 1 millió dollár, azt gondolom, akkor is mind nagyon-nagyon jó érezzük magunkat. Na, a következő érdekes hír, Google. A Google itt van a kriptob ezerrel, múlt héten ugye beszámoltunk a, a, az egyik hírben, hogy a Google Cloud, az ö, használja ugye a legtöbb Layer 1, Layer 2 blokkláncot, avalanche polygon, ö, talán még Solana, ugye sok-sok blokkláncról beszéltünk, ö, hogy, a, a, hogy ugye a saját szolgáltatását, ö, a felhőszolgáltatását, szolgáltatását összevonja a, a blokklánccal, és jelenleg viszont a Polygon hálózaton validátorok. Az azt jelenti, hogy ugye az egész poligon ökoszisztémának ö, ö, részei lettek a Google Cloud és egy decentralizált validátor. És érdekes, mert ugye ugyanaz a szolgáltató, aki használja a YouTube-ot és a, a Gmail-t, valójában a, az Ethereum és a Polygon működését segíti azzal elő, hogy ugye validál a Polygon Blokkláncon. ugye a Polygon blokklánc egy Layer 2-es blokklánc, az eteromnak egy második réteg blokklánca, ami az Ethereum skálázhatóságát és működését segíti elő. Valójában egy olcsóbb megoldás az eterom blokkláncnál, és ezt hivatott szolgálni a Polygon, és ez egy nagyon-nagyon frankó, hogy itt validátor, látjuk, hogy 10.000 metik van stékelve, és valójában validál a Google Cloud, úgyhogy ez nagy hír. Én azt gondolom, hogy az összes big, big, tech, azaz az összes nagy technológiai cég, mindegyik itt lesz kriptoba, nem csak, a, nem csak az ügyben, hogy befektetni, meg, meg fölmegy az árfolyama, ugye ez főleg csak a pénzügyi jellegű cégek, de itt lesznek azért, mert használják a technológiát, itt lesznek azért, mert NFT-ket akarnak, úgyhogy rengeteg ezer és ezer ok van. Ugye ne felejtsük, hogy a márba ott vannak a, a, a Pudgy Pingvinszek, 2000 walmart márba elérhetőek, ami az NFT alapján készült kis figurák. Most akkor gondold el, hogy a Walmart is hamarosan Pugy Pingvin NFT-kkel fog futkosni, most meg a, már a plusseket árulja. Tehát egy másik érdekesség, ez a look into bitcoinon van, 207-es mozgóátlagot vizsgáljuk. hogy a 207-es mozgóátlagot arra használjuk, hogyha nagyon alatta vagyunk, akkor ugye ebben a lila vagy a kék zónában vagyunk, és ez azt jelenti, hogy valami nagyon-nagyon túladott és alacsony az értékeltség, és történelmileg is alacsony szinten van. Ha viszont ugye a 207-es mozgóátlag nagyon pirosban van, akkor azt jelenti, hogy, hogy nagyon túlértékelt az adott eszköz túl van értékelve. Látjuk, hogy ez a 207-es mozgóátlag és ugye ezen a hitmeppen, hőtérképen látjuk, hogy a pirostól most azért jó messze vagyunk, egyébként még az előző 69 ezer dollárnál sem volt annyira piros, viszont jelenleg ez a lila és sötétkékben vagyunk. Itt most már fölötte vagyunk, de múlt héten alatta voltunk, mert ugye a 207-es mozgó átlagén 27 ezer, valamennyi majdnem 28 ezer dollárnál van, úgyhogy igen, 27 28. Most egy picivel pont ott vagyunk, ahol a 207-es mozgó átlag. Ezt itt hagyom. Look into Bitcoin, hitmap, ezt beütöd a keresőbe és tudod nézegetni. Hasonló, mint a szivárványos csárt. Mindjárt ránézünk arra is. Hát ez a szivárványos csárt, ugye ezt szoktuk a gratis webinárkó nézegetni. Hát itt már egy picit elrogaszkodtunk, de még így is ugye az a kategória, amikor ugye itt mutatja színeket, hogy báj. A felhalmozás majdnem hogy, majdnem, hogy ingyen van, annyira olcsó, úgyhogy ezt tudjuk itt követni. Na még egy hírünk van, ami a Chaylinkre vonatkozik. Elképesztő, nagyon-nagyon szeretem a Chaylinket. Egyébként az előző előző ciklusnak egy nagyon-nagyon sikeres konja volt. Jóformán folyamatosan fölfele ment, talán még a medvepiacban is. Most ugye viszont elképesztő mélyponton van, és itt konszolidálódott elég hosszú ideig, amiből kitörni látszik ugye Csillinket folyamatosan kereskedjük a Patreonon, jelenleg is ugye Longban vagyunk, és ami azért fantasztikus, mert egy ilyen keresztblokkláncos settlement valójában egy infrastruktúrát biztosítanak ahhoz, hogy például a különböző bankok, akár, akik saját blokkláncot működtetnek, tudjanak kommunikálni a különböző egyéb tokenizált eszközökkel. Itt például ebben a példában az Ausztrál és Új-Zéland banki csoport, ami egy billió dollárt kezel, egy nagyon nagy banki csoport, létrehozott egy stablecoin és utána egy cross-chain cross, cross stablecoin ami ugye több blokkláncon futó stablecoin, és valójában természetes eszközök vásárlására használták fel a stablecoin és nagyon-nagyon elégedettek a Chaining CCIP-vel, hogy ez a CCIP, ez a cross-chain átjárhatóság valósítja ezt meg. Úgyhogy ez egy óriási hír. Azt gondolom, hogy a link előtt fantasztikus jövő áll, de erről még talán lesz egy-két tweet. És mielőtt elmegyünk a Twitterre, nézzünk el ide a gratis webináros linkre. Ugye grátis webinárt szoktunk tartani általában minden héten, valamikor többször is. A mai nap például az egészségről fogunk beszélni, mert hiszem azt, hogy a, mind, a, mind a szellemi, testi és lelki egészség nagyon-nagyon fontos. Ugye a testi egészség az az, hogy ténylegesen egészségesek vagyunk, ez összefügg ugye a lelki egészséggel is, valamint ugye a fizikai egészség az, hogy hogy mondjuk van pénzünk is és ugye ne csak a pénzt hajtsuk, hanem valójában egészségünk is legyen. Szóval a mai nap egészségwebinár lesz, a héten viszont fogunk jönni arról, hogy a mesterséges intelligencia kereskedésben milyen lehetőségeket kínál, hogyan tudunk ezzel bekapcsolódni, illetve valószínűleg a héten még lesz egy DeFi webinárunk is, úgyhogy itt iratkozz fel, lent legörgetsz, e-mail címet és nevet, akár becenevet kell megadni, és akkor meg fogod kapni a webinár linkjét, úgyhogy várunk, iratkozz fel bátran. Oké, Twitterről beszéltünk, Twitterre csinálsz egy fiókot, itt van egy frankó dolog, hogyha az egyéb layer, egy layer, kettő blokkláncuk, mint Avalancs, Avalancs, Polkadot, Solana, Arbitrum elindul, akkor valószínűleg a rajta épült tokenek még tízszer annyit fognak realizni, mint ugye az alap native tokenek. Itt vannak a future CTF-ek, erről beszéltünk. A 2024- több bullish katalizátor van a bitcoinnak, jöhet a spot ETF, ami jönni fog, elkezdhetik csökkenteni a kamatokat, a Amerika vásárolja vissza a saját adósságát, mert ugye már a kínaiak nem veszik meg, választánsé van és bitcoin felezés van, úgyhogy rengeteg katalizátor. Na hát a kripto quant azt mondja, hogy jelenleg a bitcoin spot kereskedési volumen az elmúlt hat évben a mélyponton van, ezt ugye azt látjuk, hogy nem akarják eladni a bitcoin, amikor ilyen mélyponton van, akkor már jóformán nincs eladó, szóval egyre inkább elfogynak a bitcoin eladók, most hogyha viszont jön kereslet, akkor ugye ez föl tudja hajtani az árat. Itt van egy másik uh, thread, a, az, hogy a legnagyobb bika piac jön a, a Cyril DeFi szerint, és ugye azt mondja, hogy lehet 100x-et csinálni, uh, és úgy itt megosztja a különböző ötleteit, hogy hogyan. Miközben a Tettos makró itt arról beszél, hogy a bitcoin ár hogyan alakul, és Kínában beindult a pénznyomtatás, ugye ez az alsó, hogy mikor van stimulus, azaz mikor nyomtatnak pénzt és stimulálják a gazdaságot. És mi lesz, hogyha Amerika is beindul, akkor azt gondolom, hogy masszív berobbanás jöhet. Mikey the Bull, aki itt nem én vagyok, hanem Mikey Bull, azt mondja, hogy amikor e, itt ezt a crosszolást látjuk, ugye alul is látod, ezek ilyen mozgó átlagok, akkor ugye e, új csúcs felé veszi a bitcoin az irányt. Jó, kriptokon megoszt egy nagyon érdekes e, csártolást, ez egy ilyen logaritmikus regressziós csárt, és ugye több e, dolgot vizsgál, mikor vannak a csúcsok, mikor hagyjál, stb. stb., a lényeg az, hogy 2025 novemberére 130 ezer, 2025 decemberére ez akár 145 ezer dolláros bitcoin árat vár ezen modellje alapján, és ugye ez egy trend mintázatú modell. másik ugye a teljesítmény, a, mióta MacroStrategy elindult 2020. augusztus óta bitcoinban, azóta bitcoin 126%-kal van feljebb, Miközben a kötvények, arany részvények, illetve a részvények nem, de az aranyrezüst és kötvények mínuszban. A részvénypiacok piacok meg enyhe 20 21 28 százaléka, Ezeket mind megéri lájkon like és megosztani. Tapolcán pisztrány fesztivál volt a barátom, peti, süti, az a peti sütött a faszénen a pisztánokat, illetve ugye a tóparti étterem és a Hotel Gabriella üzemeltetői. Ö, vezetői szervezték ezt a fantasztikus 11. Pisztrány Fesztivált, úgyhogy ott a helyed a következőn, és csinálhatunk egy kriptostandot, standot, ahol terjesszük a kriptoinfót. Super, itt van a link, Bármi, bármilyen valuta vagy kriptoeszköz be tud menni abba ebbe a Chainlink ökoszisztémába, amit ugye kénytelenek lesznek használni, viszont mindenhol Chainlink jön ki, mert Chainlink a gáz token, és erről a banki, banki partnerségről, és hogy hogyan használja a bank, itt vannak a különböző írások, és ugye azt is elmondja, hogy mindenféle blokkláncon, akár a privát, akár publikus blokkláncon a banki szereplők igenis a Chainlinket e, fogják e, használni, mert minden átjárhatóság, minden tokenizáció és minden, minden tőkepiaca való kommunikáció, árjegyzés az ezzel valósul meg. E, itt látjuk, hogy hány nap telik e, el a... Ugye a következő csúcshoz képest mennyi nap van még e, e, hátra, és jelenleg még csak itt vagyunk, 532 nap volt ugye az előző csúcshoz képest, úgyhogy még csak most jön majd a java. Hát a bitcoin árfolyama így megy fölfele, a dollár árfolyama meg így megy lefelé, igaz, hogy ez 100 évet mutat. Viszont Nigériában a feladják a, a Nemzeti Banki Digitális Pénz bevezetésének a kísérletét. Nagyon-nagyon e, érdekes. Egyébként elmondok valamit, hogy nekünk volt egy, egy próbálkozásunk, hogy egy ilyen algoritmikus stablecoin-t kifejleszünk, és egyébként voltunk Nigériában, és egyszer a kormány, a jegybank emberei kérdeztek minket erről az egész stablecoin dologról, mert semmit nem értettek hozzá. Beszélgettünk is velük, viszont úgy láttam, hogy nem jó irányba mentek, mert valójában ugyanúgy inflálódna ez a CBDC, mint a saját, naj rájuk, ami nagyon inflálódik, úgyhogy ja. Chris itt arról beszél, hogy pont ellentétesen kell egy, egy, jó befektetőnek gondolkodni, amit a tömeg, hogy amikor nagyon-nagyon pánik van, és mindenki elad, akkor kéne venni, összeszorított foggal, amikor meg mindenki happy, és, és dőlnek a csúcsok, akkor meg legyőzni az egót, és szépen eladni. Jó, bitcoin bányászokról már beszéltünk, azt nézd meg az előző videóban. Oké, okay, akkor ami még fontos, hogy gyere, látogass el a Telegramra, ugye van több Telegram csatornánk is, a fő csoport a CryptoMinds Hungary, a leírásban megtalálod a linkjét, itt van a pénteki DeFi webinárunknak a felvétele, kitűztük, nézd meg ezt a videót feltétlenül, illetve itt a pinelt üzeneteket érdemes megnézni. Itt van ugye a mai egészség grátis webinár, amit a Magyar Carnegie Principal Mesterelme Társaság szakértőivel csinálunk. Ugye 7 órakor este várunk szeretettel, ha, minden, ha, ha, megoldható lehet, hogy a felvételt is ki fogjuk tenni. Úgyhogy gyere, nézz körül, nézd meg, hogy elindult a pulse a kriptotriplázó triplázó botja, illetve ugye a Daisy kapcsán is jönni fog most egy update videó, ez, amit van, megnézheted, amit Ivicával csináltam reporton, viszont jönni fog egy update, mert tegnap volt egy globális kon, és értem szerint vannak egyéb, akár dízis, akár mozaikos, akár ugye metapros, meg traderes csatornánk, gyere, és oda is érdemes bejönni, hogyha egy, egy specifikus téma érdekel. Oké, okay, akkor amit még nézzünk meg, Na hát ez a bitcoinnak a negyedéves csártya, és látjuk, hogy egy nagyon szép kis zöld gyártya képződött itt. A, Vagy bocsánat, ez már a mostani, ez már a mostani negyedév. Oké, jó, nézzük meg a havit. Super. Látjuk, hogy szeptember zöld lett, ugye ez a zöld gyertya, ez a szeptember, és itt vagyunk októberrel. Nézzük meg a napi gyertyát. Itt látni fogjuk, ugye, hogy volt egy lefele tartó trendvonalunk, amit többször átszúrt, próbálta föltörni, és sikerült kitörni. Ezt a trédet ugye a Patreon-on indítottuk, itt volt berajzó, azt hittem még, hogy megy befele, de ugye néztük, hogy mikor jön volumen, mikor jön áttörés, és ugye áttörés után meg is volt a visszateszt, úgyhogy ezen a trade trédem gyönyörű profit pihen, ami jelenleg spoton 6% 10 tőkártétellel 6 tőkártétellel 6,15 egyébként van még olyan longunk is, amit itt 25.000, ezer, 800 900 körül indítottunk, úgyhogy az meg bőven 13%-os pluszban van jelenleg ugye ez a linknek a csártya, látjuk, hogy itt konszolidálódik már 2022 májusa óta ezen mélypontokban, és jelenleg ugye a tetején úgy néz ki, hogy törni kíván fölfelé, és látjuk, hogy innen mekkora, mekkora még fölfel a tér volt, 38 dollár, 40 dollár is a link, és most próbál itt kitörni. Ugye napi csárton ö, folyamatosan kereskedtük ugye a patreon ami ö, na, ami ugye azt hozza, hogy itt folyamatosan vettük ugye ö, 6 dollár alatt, és jelenleg egy gyönyörű ö, gyönyörű trédünk ment ezzel végbe, amit ugye részben már zártunk, egy része még nyitva van, ez poton 40%-os trédet hozott, és még sok más hasonlót csinálunk. Ezt hol csináljuk? Ezt ugye a Patreonon, a Patreonnak a linkje a leírásban, és azonban is a CryptoMinds próban osztjuk meg a technikai elemzéseket, valamint fundamentális elemzéseket, airdropokat, stékelés, farmolási lehetőséget, szóval frankó dolgokat, úgyhogy gyere a CryptoMinds próbám. A, az, hogy ö, egyébként úgy tűnik nekem, hogy a CME hagyott egy kis gepet, hogyha itt megnézzük mindjárt a Bitcoin-nak a, a CME gepjét, akkor lehet, hogy ott volt egy kis gep, mindjárt elnézünk. Bitcoin, ö, dominancia, talán ez lesz a CME gep. Oké, okay. nem, nem hagyott gepet, úgyhogy egyelőre teljesen frankó, nem maradt, nem maradt különösebb gap a CMI futures-be, úgyhogy hajrá minden esetre. Zöld szeptember után, hogy általában október, november, december jó hónapok szoktak lenni, úgyhogy várjuk a további reakciókat. Azt gondolom, hogy, hogy itt megnézzük napi csárton, akkor valójában átjöttünk ugye a korábbi 28.130-as csúcson túl, és úgy néz ki, hogy jelenleg ugye itt 28.000-28.500-nál elég sok sort kirázás történhet, egyébként ezzel a 200 napos fölé kerültünk, és a 207-es fölé, és a 100 napos mozgó átlag fölé is kerültünk, úgyhogy jelenleg nagyon jó pozícióban vagyunk. Azt gondolom, hogy lesz megálló, valószínű, hogyha föl tudunk menni ebbe a zónába újra, akkor az mindenképpen egy jó folytatás lehet, ugye ez még legalább a mondjuk a 28.800 fölötti zóna, de addig érdemes figyelni, még nem fulladt ki az emelkedés, hogyha megnézzük a négy órásat, 1 órásat, látjuk, hogy oldalazunk, kilő és fölfele tendár jelenleg is, úgyhogy érdemes profitokat realizálgatni azokon a trédeken, amit nyitottunk a Patreonon, és figyelni, illetve húzni föl a stop amik szépen fölfele menetelünk. Örülök, hogy itt voltál, találkozunk a egészségre tiszt találkozunk majd ugye a Daisy update videóban és az összes többi videóban. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, sikeres hetet, hello, hello!